Marad a Baranya megyei önkormányzat fejlesztési biztosa Kővári János, erről is döntött a megyei közgyűlés csütörtöki ülésén. A politikus Mohács, Komló és Pécs fenntartható fejlesztési stratégiáinak kialakításában működött közre, amelyekkel támogatásokra pályázhatnak a települések. Energetikai korszerűsítés, alternatív energiahasználat, közlekedés fejlesztés, csapadék vízgazdálkodás és így tovább, számtalan ilyen terület van. Ezek a stratégiák ma elkészültek és elfogadásra kerültek, és a megyei közgyűlés most arra adott további 4 havi megbízást, hogy addig, amíg az irányító hatóság is elfogadja a stratégiákat, illetve reménységünk szerint jövőre valamikor elindulnak majd a projektkiírások is, addig még azokat a kérdéseket, amik eddig nem tisztázottak, azokat tudjuk tisztázni. Ilyen például a pécsi közoktatási intézmények korszerűsítése, amire áldozni kell, mondja Kővári János. A fejlesztési források az EU most indult 7 éves pénzügyi ciklusában érhetők el, ha sikerül ezekről megállapodni. Baranya megyének jelentős összeg juthat. Elindul a következő 7 éves nagy uniós fejlesztési időszak, melynek keretében több mint 90 milliárd forint fog reményeink szerint Baranya megyébe érkezni, és azt szeretnénk, hogyha a megye települései arányosan Kelet és Nyugat Baranyából is hozzá tudnának férni ezekhez a forrásokhoz. Egy korábbi negatív tapasztalatból okulva javasoltam, hogy legyen még egy alelnöke a közgyűlésnek. Mivel korábban a kelet-baranyai rész, amely amúgy is fejlettebb, könnyebben és gyorsabban jutott a fejlesztési forrásokhoz, mint az elmaradottabb nyugat-baranyai rész, mondta az elnök. Ezért választott a testület még egy alelnököt, aki segítheti a megye nyugati részének esélyeit, jobb felzárkózását. A képviselők döntése alapján Junácski András tölti be ezt az alelnöki posztot mostantól a megyei közgyűlésben.